Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert, méghozzá ugye a Luxury Flippert, úgyhogy folytassuk is, és a negyedik küldetést fogjuk megcsinálni, és hát nem tudom, hogy meddig fog tartani, lehet, hogy egy hosszabb ideig, mert most egy kertes házon fogunk dolgozni, nem is lakáson, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy miket kell majd, mert ez egy új hely lesz. Úgyhogy lássunk is neki. Ugye így elmondtam korábban is, hogy egy küldetés, egy videó lesz. És hát igen. Nem nagyon fér bele több. Még a az előzőnél még úgy meg lehetett úgy csinálni, mert rövidek voltak ugye a küldetések, de itt ugye nagyobbak a helyek is, helyszínek. Ezt úgy is el fogom adni, úgyhogy... De jó volt itt lakni. De csak akkor fogok majd cserélni, amikor az összes létező küldetést megcsináltuk. Munkatérkép? Igen. És akkor nézzük meg. Na. Ugye ez lenne. Következő, a negyedik. Na és akkor nézzük meg. Pocsék vállalkozók. A Walker család rossz embereket bízott meg új otthonuk munkálataival. Érzékeny ember lévén képtelen volt. Ez nem annyira nagynak tűnik, mint ez a ház. Na mindegy, az a lényeg, hogy borzalmas munkálatok folyt. Rossz embereket bíztak meg. Na majd én azt elfogadom, hogy megcsinálom nekik. Ez nem is annyira kicsi. Na mindegy. Nézzük. Borzalmasan néz ki már itt a képek alapján. De lesz ez jobb is. De majd a videó elmeséli, hogy mit is kell csinálnunk, és mi is a történet. És az a jó benne, hogy van magyar felirat. My love, you see what they've done? I couldn't stop them. I know, baby. We'll get this fixed in no time. Together. You are the new contractor? Good. Let's come in and estimate the damage. Please, I'm not sure what they've done with the fireplace. Could you check if it's still fine? We wanted this to be the living room. The kitchen... It's such a mess all around. It also looks like they finished nothing upstairs. Those will be our personal rooms. That's what they've been doing instead? Unbelievable. The floor is a total mess. Oh well. I've got a bad feeling about the terrace. Did they really push the sofa off the ramp? I cannot believe it. Wow, ez durva lesz. Pocsék vállalkozók. Jézusom, atya úristen. Neked nem kell füvet nyírnom. Hát ez durva. Lesz dolgunk itt még. Ezek a munkások mit műveltek itt? Jézusom. Még ott maradt a kerék. Az abroncsnak a helye.
Húha, lenyomatta. Így is lehetne mondani. Hát itt lesz mit dolgozni. Több munkánk lesz, mint ha nem fogtak volna neki a dolgoknak. Hát igen. Ez érdekes lesz. Nem? Próbálom először külsőleg normalizálni a dolgokat. Szemét kidobása. De hol van itt szemét? Mert ugye a térkép az nem mutatja. De jó kis csatorna. Ja, ott a jacht, amit megcsináltunk. Ja, hogy ott kint vannak. Jó, oké. Ja, hogy ez így nyílik. Aha, értem. Ja, hogy van festék. Az úgy megvan. Kellene majd egy ajtónak lenni, ugye? Hűha. Össze a sok szemetet tegyük el, vagy... Konyha, bútor, azok itt megvannak. Csak egy kicsit össze-vissza vannak dobálva. Hát gondolom, hogy ez ide jön. Ez meg ide. És akkor hát gondolom, hogy fehérrel kell ezt aha hát nem nagyon fejezték be így a festék munkálatokat. Pedig jó lett volna. Ezt is így. Szerintem ez így megvan. De azért ezt rakjuk ide. Ja, hogy kell ilyen falburkolás is, ilyen ez. Ja, először a padló. Ó, jól néz ki. Nekem nagyon bejön ez. Ez a minta. Klasszikus.
az egy kicsit túlment. Mindegy. Tök jól néz ki. Wow! Na, akkor csempe. Nem, ez így jó lesz. Szerintem 30 az elég lesz. Nem lehet ezt így? Jó lesz ez így. Hát, több kell, még egy. Mindegy. Jó, akkor maradjon így. Jó, ez így. Nem, ez... Még egyet. Jó. Elhelyezés. Még egy hűtőszekrény. Jó. Oké, akkor nézzük hűtőszekrény. Betéri ajtó. Na, ez jól néz ki. Ilyetve, hogy... Ez jó, és... Na, ez tökéletes. Ezt inkább így. Fogom. Jó. Akkor nézzük meg. Kell egy ilyen. Vagyis, hogy... Nem, ez jó volt. De... Fehér, tiszta fehér. Fogadjuk. Fogadjuk. Azok... Feketék. Ilyen lesz.
Hűtőszekrény. Fogantyúk fekete, az jó lesz. Nézzük csak meg. Aha, ez jó. Tökéletes, bár eléggé bemehet. Ez van. Jó lesz ez. És akkor már csak két dolog kell, ugye ez. Fűszernövények. Egymás mellé helyezhetjük. Sőt, ide. Na, ez pipa, konyha, 13 négyzetméter, tökéletes. Ezt azért becsukjuk. Na nézzük, mik vannak itt. Hát ez eléggé trutyi. Megtisztítjuk. Szép, jó, jó. Lépcső cseréje. Ja, hogy itt még vannak. Egy szemét. Ja, itt félbe maradt a... Aha. Ja, most már nem mindegy, hogy hogy. Aha. Lesz majd az zuhanyzó. Szóval azt akarják ezzel mondani, hogy az egyik felét itt, a másik felét amúgy. Jó, hát akkor lássuk neki. Nem? Addig jutunk, ameddig jutunk. Csak befejezzük. Mert ugye a munkások ő elkezdték, de hát nem fejezték be. Ez logikus. Náluk. Jó. Hát ez megvan. És akkor van, lehet, hogy ott is kell. Mindegy, nézzük meg ezt. Jó kis kellemes zene. Nem is kell több. De laza. Nagyon jó. Na és akkor ezt az ötöt. Jó, hát... kell. Akkor a fehérből vegyünk.
És ugye ajtót is fogunk berakni, csak itt még ezt még megcsinálom. Az ablaknál, ugye? Fontos dolog. Még egyet kell. Majd úgyis eltakarjam, nem? Fejezzük csak be. Csak először burkoljunk. És ugye a padlót, ugye? Ezt is azért. Tök jól néz ki. De azért azt a dolgot ezt fejezzük be. Ne legyünk már olyanok, mint az elődök. Szépen fejezzük be. Uh-huh. Jó, adjuk el. Jó, és akkor a felszere zuhanyzót. Ez jól néz ki ez a zuhanyzó. Jó, akkor ez legyen úgy. Szerintem ez így jó lesz. Bár itt van egy kis lyuk. De jó. Bár legyen így is, úgy is. Na, ez érdekes. Szerintem mondjuk el és újra. Ez nekem nem tetszett. Hogy úgy áll, ugyan túl. Értitek? Most jó lesz. Na, így már jobb. Még ki is nézhetünk az ablakon keresztül. Jó, oké. Igen. Tiszta fehér. 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 Ez így jó lesz. Elhelyezés. Ó, van itt még mindenféle dolog. Szappanadagoló. Ó, ez tökéletes. Fehér.
Ez jó lesz így. Ez így jó lesz. Aha. Végre egy olyan dolog, ami... ami tulajdonképpen elfér. Ez tök jó lesz. Tükör, tökéletes. WC papír tartó. Törölköző tartó. Ez jó, és... és lehet fehér. Nem kell annyira lentre, fönt itt tökéletes. A WC-hez kell egy WC papírtartó. Jó lesz. És akkor még egy... hát a, az ajtó, ugyebár. Üveg. 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 Kapcsoljuk föl a lámpát. Ja, hogy ilyen gyenge a világítás? Jó, hát ezt nem tudtam. Üveg az jó, mert pont lehet látni mindenkit. Aki a dolgokat csinálja. Hú, egy 8 négyzetméter akkora, mint az ilyen konyhám. De jó. Na, hát... szemétkidobása 97. Hol van itt még egy szemét? Tudja, hogy itt van valahol. Ne? Felújítás. Jézusom! Á, itt van mindenféle. Húúúúá! Miket nem látok itt? Ja, hogy... aha... atya úristen, hogy itt mennyi szemét van. Jó az áramlat, nézzétek. Tök jó. Hú, ez kemény. Szemét kidobása. 88%. Hol lehet még? Jó lesz ezt kutatni. Atya úristen. Félben maradt munkák, szegény tulajdonosok kiakadhattak. Ja, ez egy fürdőszoba lesz. Ah, két mosdóval. Ígéretes. Majd csempézünk.
Ja, hogy itt is van egy. Ó, ezt tudtam volna. Haha, most már tudtam, hogy... Aha, igen, itt lesz a többi. Jó nagy! Ez már... ez már nem is terasz, ez már egy ilyen... teljesen ilyen... Uff! Na nézzük! Jó! Hát... azt mondja, hogy... szoba kifestése fehér. Ah, jó, oké. Akkor lássunk neki. De nagyon gyenge a világítás, úgyhogy... ezzel valamit majd kezdeni kell. Tökéletes. A lépcső cseréje az hogy fog működni? Valaki tudni? Ez érdekes lesz majd. Tökéletes lesz így. Ez meg lesz így, úgyni. Tudu. Egész jól csinálom. Már csak egy szemetet kell kidobnom, ami 97%. Hova bújhatott az a 3%? Tudja, hogy itt lehet a lépcső alatt, hogy valami. Még láthatatlan akármi. Akkor ebből. Na, ez is már üres. De akkor ezt. Hmm.
Ok, meg vagyunk. Juhú! Most jön a burkolás. Na így már jobban látok valamennyivel. Na nézzük meg magát a burkolást. Ó, ez egy ilyen sötét. Hát mondjuk a fejre ez illik a... egész jól néz ki. Jó, ez megvan. Na, igen. Személyét eldobása. 3%. Á! Ja, hogy ezek azok. Jó, oké. Na, erre nem számolt, nem számítottam. Jó. Nézzük meg, hogy mik vannak itt. Dupla ajtó, aha, ez a hátra, de jól néz ki. Sötét szürke, fekete. Sötét barna, na ez jó. A részletek. Jaj. Mondjuk ez jó. Oké, ez jó lesz ide. Csak inkább itt kintre. Ez egy kicsit kint van, nem? Egy kicsit hézagos lenne. Nem tudom, hogy vagytok vele, de... rosszul láttam. Szerintem tegyük egy kicsit beljebb, nem? Vagy kijebb? Nézzük. Nem lehet így kijutni? Nem. Mindegy. Bent van, kész. Az olyan, amilyen. Jó. De hát kellene valami lámpa is, nem? Hogy jobban lássak. Mindegy, hogyha nem. Fogast. Fehér, az jó. Legyen fehér, minden fehér legyen. Úgy a jó. És akkor itt az eleje. Nem, itt az eleje. Aha. Jó ez a bejárati. Ez így jó lesz. Két csillár. Ó, de jól néznek ki. Ki legyen fehér. Az egyik itt lesz, a másik meg... Hm.
5. Nézzük meg, hogy ezek milyen távolságra vannak. Ezt egy kicsit arrébb rakjuk, mit szóltuk hozzá. Csak így. Aha, jó. Kicsit még hátrébb. És akkor most gyújtsuk föl. Nem olyan nagy világosságot adnak, kérem szépen. Bár most nem nagyon látom, mert... Ó, van még egy ilyen. Na, ez már pöpec. Fehér. Ó, akkor lehet, hogy ez már így jó lesz. Hú, de jól néz ki. Kicsit. Meg itt van közelem. Jó, akkor csak egy csöppet rakjuk így. Na, ez már úgy nagyjából jó. De még mindig vannak itt dolgok. Étkező asztal. Ó, ez tökéletes. Fehér. Nem, ez legyen fekete, ott a... Jó lesz. Szerintem ide rakjuk az asztalt. Kicsit középre. Igen. TV az hát ugye a megszokott, klasszikus módon itt lesz. Legyen ez. Ez jó. Na, akkor... Aha. Jó, és akkor... Fehér mindenképpen, és hát 4 lesz. Itt egy. Itt. Jó. Na itt mit akarnak? Jaj, képet! Ó, válasz bútort! Inspirálunk. Ez mondjuk jól nézni, nyújtsasz. Ilyen régi festmények nagyon jól néznek ki. Hát ez mennyire menő. Ez így jobb. Azt a mekkora! Hű! Ezt nem gondoltam volna. De hát, nagy terek, nagy képek. De nagy. Itt is legyen egy ilyen felfújás, ugye? Szép szél. Aha. Akkor ezt egy kicsit lejjebb rakjuk.
Inkább maradjunk ennél. Szintnél. Igen, király. Na nézzük. Ez milyen kávé? Hűha, inkább barna kávé. Fehér, fehér, igen. És a lábak, meg... fekete. Ez jó. Kicsit hátrébb rakjuk. Mert ide kell férnie egy dohányzó asztalnak. Ugyebár? És ez nem is olyan rossz. Fehér. Van olyan, hogy... ez... Maradjunk ennél. És a lábak, hát az fekete, az úgy jó lesz. És akkor van egy ilyen fotel. Egy fotel. Hát nem tudom, hogy miért van csak egy fotel, de mindegy. Ők tudják. Kicsit arrébb rakom. Most úgy jó. És akkor lesz egy ilyen... üveg. Az úgy jó lesz. És akkor ezt így ide. Jó lesz. És akkor két növényt. Maradjunk ennél. Jó, oké. A lépcső cseréje. Na, ezt hogy kell cserélni? Szerintetek a lépcső cseréje az hogy megy? Veszünk egy lépcsőt és... hogy eladjuk? Ó, nem. Ez csokoládébükfa. Na, ez jól néz ki. Oké. Vásárlás. Na. Ez tök jól néz ki, ilyen csokoládé, mint hogy egy kicsit fedelene. Jó, ez a csiga lépcső. Ez itt mi van? Mi van itt? Ja, hogy ez a... ez a bejárat? Húha!
Ja, jó, hogy eladtam a festékeket. Nagyszerű, csodás. Mindegy. Ez ezek szerint az előtér. Vagy nem tudom már mi. Már nem tudok kiigazodni. Jó lesz ez szerintem. Csak végezni fogok valamikor. Még mindig csak az alsó szintet csinálom. Durva, mi? És itt még lesz egy ajtó berakás is. Én egyedül ezt így megcsinálni, kemény dió. Addig csinálom, amíg meg nem csinálom, ugye? Jó. Még megtartom azt a festéket, hát ha máshol is fehéret kell használnom. Jó. Akkor ezt arrébb tesszük. És akkor nézzük meg, hogy mik vannak itt. Ja igen, ez az ajtó. Gardrób. Ja, hogy ez ilyen gardrób. Aha. Van kettő puff. Ó, hát ilyet se láttam még. Nem, nem. Kávé, az jó. Lábak. Mik a részletek? Ja, hogy a lábak. Hát akkor fehér legyen a láb. Hát... inkább ez marad. És akkor kettőt. Hát én ide egy puffot raknék meg. Ide egy puffot. És akkor ide a gardrób, bár lehet, hogy itt... mindegy, most megnézzük, hogy a gardrób szekrények 100 centi, 50, 50, az igen. Mondjuk ez jól néz ki, csokoládé, fogantyúk, ez maradjon fekete, részletek, fekete. Üveg. Tükör. Oh, tükör, az jó. Az jó, az jó, az jó. Ja, hogy ebből... Jó, na ez érdekes lesz. Ó, micsoda gardrób szekrények lesznek itt, hogyha világ. Mm-hmm.
Jó, ez is jó. És akkor tükör. Jó. És akkor ezt így. Ide. Szerintem ez így jó, és akkor már csak a ajtó kell. Ami ugye ugyancsak ugyanaz a dolog szükséges hozzá. Tökéletes. És nézzétek meg, milyen menő. Kicsit szűkös lett, de annyi baj legyen. Jó sok tárolóhely lett most így. Király. Na, hát... igen, hát akkor menjünk föl. Szerintem itt már mindent megcsináltunk. Na, hát igen. Fehér. Tudtam, hogy kell a fehér. És kár volt eladnom. Mindegy. Akkor vegyünk még. Kettőt. Biztos, ami biztos. És akkor... megcsináljuk így a burkolatot is. Idáig, ugye? És akkor ezt így kifestem. És utána jön a egy szoba, és a sok szoba. Hát igen, ez nem kis miska. Jó. Úgy látszik, ez így minden fehér lesz. Az jó is. Jó, hogy megtartottam és nem adtam el. Csak az kellett volna, mi? Azért. Kifestem. Na, az már kifogyott, jó. Ilyen jó kis lépcsőház van, azt a mindenit. Ja, és kell egy mennyezeti lámpa, és úgy látom, hogy képek is kelleni fognak. Ó! Ez ilyen falra rakható? Lehetséges. Nézzük meg! Fehér. Ó, na hát, ilyet se láttam még. Falra rakhatós. De menő. Jó, akkor ugyanúgy lesz. Legyen szimmetrikus. Erre lesz. Egy kicsit lejjebb. Nem, nagyon menő. Hát nem fantasztikus. Na nézzük. Aha, ez jó. Szeretjük. Ez a kedvencem egyébként.
kicsit így középre, hogy jobban lássak mindent. Jó. Akkor azt mondja, hogy ez megvan, ez 13 négyzetméteres. Na és akkor menjünk ide be. Ez lesz egy ilyen hálószoba? Lehetséges. Hát, legyen ez. Vagy... Mondjuk ez jó lesz így. Jó, ez így tökéletes. Szemét kidobása. Ja igen, itt valami menőt kell. Szerintem ez tökéletes lesz. Fehér. Ja. Itt. Aha. Azt mondja, hogy hajtó az igen, pálma, jó, de először ezt kell megnézni. Úgy láttam, hogy melyik volt az? Ez volt. Aha. És abból melyik? Jó, ez lesz. Majd legfeljebb. Mi ez volt? Nem, világosak kell. Jó, ez így. Na. Hátrakjuk egy kicsit világosabbra, hogy vidámabb szín legyen. Ha ilyet kérnek, hát akkor meg lesz. Milyen gyorsan rakja, figyeljétek. Ezt kellene igazából is csinálni. Így a paneleket, hogy így rakja. Pim, pogy, pogy, tocs, tocs, tocs és tocs. Még kell. Legalább kettő. De tök jó. Ha-ha-ha. Nem ezt akartam. Kész. Még mindig az arányokat nem csinálták meg. Felrakok egy ilyen kis pindurkát a helyre, és egy az egybe odarakja. Mindegy.
Így is rakom. Ezt így. Ez jó, jó szín lett. Jó kis, hát igen, igen, látszik. Na nézzük. De jól néz ki ez a bútor. Legyen inkább ez a világos barna, sokkal jobban néz ki. Világos barna? Nem. Lábak. Fehérek? Nem. Legyenek feketék. Én nem tudom, hogy mi lesz ebből. Iroda lesz. Értem. Jó. Oké, akkor... Aha. Jó. Világos barna nincs. Ez jól néz ki. Sötét, az jó. Még nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz. Egy ilyen... jól néz ki. Legyen egy ilyen... polc. Így nézzük csak meg. Ez jó. Fekete. A rózsaszín az miért fekete? Na minden jó, hát ezt ők tudják. Most csak így odarakjuk, aztán majd elrendezzük. Van egy ilyen jó kis fotel. Szerintem azért egy ilyen kanapé sokkal jobb lenne. Fúj, azt a mindenit. Na jó, maradjunk a barnánál. És akkor még egy, hogy van egy ilyen asztalka. Ilyen kávézó asztal. Hogy van egy ilyen hosszúkás. A hosszúkásabbakat sokkal jobban szeretem. Cián. Nem fekete maradjon, mert azt. Jó, oké. Akkor úgy csináljuk. Hogy eddig ide rakom. Itt lesz az asztal. Kanapétól nem fér oda. Mindegy. Akkor ezt az asztalt ide rakom. Ezt a széket ide. Kicsit még arrébb rakom. Még egyet. Kicsit. Nem csak hol vagyunk? Így, és akkor egyet így. Jó, tökéletes. És akkor ezt
Hát oda kéne tenni az íróasztal fölé. Szerintem. Jó. Hát elég szűkös a hely. Juhuhuhu, az ennyi kifejezés. Szerintem. Én amondó lennék, hogy inkább ezt ide raknám, ide helyezném. Jó. Ez így jó lesz. És akkor kell. Jó kis virágok vannak. Mondjuk ez jó lesz így. Fehérként. Keret. Hát legyen az fekete. És akkor ezt így ide nyomjuk. Legyen valami jó kis virág. És akkor... Hát azért itt elég drágák a dolgok. Szerintem legyen egy ilyen szép kis klasszikus... Szerintem ez tök jó lesz. Hát itt olyan üresnek néz ki. Legalábbis én úgy látom, hogy... De van itt még egy ilyen. Ezt meg ide rakjuk. Szép zöld. Beleolvadt teljesen a környezetbe. És akkor legyen egy ilyen hajtó. Ugyanaz. Típus. Jó. Tökéletes. Hoho, ez az. Megvan. Ja, ez lenne a nappali. 12 négyzetméteres. Ez inkább dolgozó szoba, de minden jó van akkor. Van ez. 12 négyzetméteres ez is. Hát ezt hagyjuk. Jézusom, micsoda csillárok vannak itt. Uhú! Hát akkor legyen ez. Ez tök jó, klasszikus. Bézs az jó. Ezt még kiütöm. Jó, ez is így jó. Oké, nézzük meg, hogy mi van. Szerintem maradjunk ennél. Ez így menő.
Jó, ez így megvan. Nézzük meg, hogy mit kell rá rakni. Fehér panel. Ez jól néz ki. És elég díszes. Nem, ez így jó. Ez így tökéletes. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, legyen 6, és majd meglátjuk, hogy sikerül. Hűha. Ezek jól néznek ki. Ezek nagyon menők. Imádom a klasszikus dolgokat. És néha így vegyítve a modernnel. Fantasztikus dolgot lehet kihozni belőlük. Hú, már most elgondolom, hogy miket fogok itt működni a saját házaimon. Hú! Durva lesz. Azt kell, hogy mondjam. Durva lesz. Igen, kb. Így kiszámoltam, hogy mennyi lehet. Maradékot persze majd el fogom adni. Ez megvan. Ja, akkor lehet, hogy ez lesz az író. Sok minden van most itt. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit lehet venni. Háromféle bútort lehet, úgy látom. Na nézzük. Na hát ez... Bár ez tálaló szekrény. Aztán nézzük meg, hogy mik vannak itt. Ha, akkor egy íróasztalt kell. Ez jól néz ki. Mondjuk egy ilyen fejére sokkal jobban illik egy cseresznyefa. Fogantyúk pedig feketék legyenek. Jól néz ki. Akkor most már úgy tudom, hogy mik lehetnek. Ez nagyon jól néz ki. Vagy úgy néz ki, hogy mint hogyha jól néz neki. Viráglánc. Ez jól néz ki. És akkor... Jó, tálaló szekrény, de lehetne más is belőle, de mindegy, akkor... Akkor legyen ez.
És ide. Jó. Egy pillanat, inkább ezt nézzük. Kép. Ez nagyon jó. Éjjeli őrjárat. Hát ez mennyire menő. Nem fejé aranyszín. Ez jó. Azt a mindenit. Hű. Ez durva lesz. Ez nagyon durva. Jó, oké. Ja, és akkor szőnyegek. Ez jól néz ki. Nézem, hogy még egy kicsit elég kellene hozni. Ugye itt van, akkor egy, kettő, három. Jó lesz ez. És akkor nézzük meg, hogy mik vannak itt. Jó, majd csak nyilván. Legyen egy bőrfotel, ugye? Legyen inkább fehér, és a lábai pedig... Ez így jó lesz. Majd eligazítjuk a dolgokat, csak még nem tudom, hogy mik meg hogy lesznek. Szerintem... Ez így. Tökéletes. És akkor... De jó néz ki ez a gramofon! Hát ez mennyire menő! Hó... Ez nagyon jó. Jó, akkor ez így marad. Már szín az fekete, jó. De menő. Jó, ezt ide rakjuk. Nem már! Hát ez... Mennyit ez működik? Hát ez... Már nem tudok mit mondani. Hát ez nagyon menő. Hoa, fali óra. Oké. Ez jó lesz. Azt a mindenit. Hát még ilyet nem láttam. Ez jó, nagyon jól néz ki. És akkor ezt hova? Ezt így... Na, ide rakjuk a sarokba. És akkor már csak egy műjárat, jajtó kell, ami ugyanolyan lesz, mint a többi. Tökéletes a dolgozó szoba. Megvan. Hát ez mennyire jó volt. Na jó, oké. Hát ez...
Leíralok. Hát ez... Na igen, itt... Van mindenféle. Jó. Akkor... Először... Így... Ezt... Így... És akkor tulajdonképpen innen... Egészen... Ide, igen. Tökéletes. Jó, most egyből csillát kell vennünk, mert így nem látok se egy kukkot se. Kettő csillá lesz. Tökéletes, mert fehér lesz. És az egyik itt lesz. A másik nem itt lesz. Kicsit, mint hogyha közel lennének egymáshoz, de mindegy, megoldom. Elrébb hozzuk. Ezt meg. Jaj, kicsit. Jó, hát nagyjából nem tudom így bemérni, hogy pontosan egymás mellett legyen, nem mindegy. Aha. Jó, hát akkor... Utsu neki. És akkor gondolom ez a rész lesz itt. Ha nem, akkor majd szólnak. De milyen jó, hogy így folyamatosan... Jú, nagyon menő. Ha, imádják a... dolgokat, az ilyen... Hát addig megyünk, ameddig... Ameddig megyünk. Hát akkor fessünk. Fessünk, fessünk, fessünk. Fehér, ugye a szokásos. Még nem láttam, hogy radiátorokat tudtam volna így beszerelni. Lehet, hogy nem kell nekik, mert minek az? Nincs...
Nincs hideg. Gondolom én. A feladat nem fejezteti be teljesen. A feladatot azt láttam, hogy hamarabb kipipálja, még mielőtt így... Mert itt... Na mindegy. Fessük ezt is így. Kész, és akkor... Jó. Na és akkor... Ez mi itt? Ja, ott a vicc. Oké. Na, akkor nézzük meg, hogy itt mi. Ja, hogy még kell két dzsungellázas. Jó, oké. Csak az egy a baj. Nem baj. Oké, megvan, már azt hittem, hogy... Nem, ezt nem így kell. Ezt így kell. Na most jó. Fura módon. Ezt így csinálta meg. Jó. Na és akkor... Ó, itt lesz a hálószoba. Á, nagyon menő. Akkor nézzük először az ágyjal. Kezdjük. Újha. Na, ez már jobban néz ki. Jó, ez így maradjon. Ezt ide rakjuk. Hogyni? Bár mindenki belát. Mindegy, jó, ez így is. TV a falra. Két éjjeli szekrény. Jaj, csak. Tökéletes. Nem csoda, hogy azt mondták, hogy a House Slipper egyik, és hogy a legnagyobb kiegészítője. Krém, az jó. Fekete. Már csak a tévét, az hova? Már gondolom oda. Tévé a falra. Kép helyett, nem? Ez jó így. Egy fotel. Az fontos. Nem, ez barna, ez jó. A lábak, meg... Csokoládé színek. Jó, ez nem tudom, hogy miért van ott az, de szerintem inkább ide kellene. Ja, itt tök jó. Mégis, hogy középen legyen. És akkor lesz egy ugyanolyan üveges ajtó. Ezért minden lehessen látni.
Tökéletes. Jó. Ez megvan, ugye hálószoba 22 négyzetméter, és alig raktam bele valamit. Mindegy. Ők szeretik az ilyet. Na. Ja, hát nincs lámpa. Ez kellene. Mini halogén lámpa, az nem lesz elég. Fú. Hát ők tudják, de először akkor ugyanezt a burkolatot lerakom. Hogyha már az van. És akkor... kis pöcköt rakok le. Hát ők tudják. Hát ez... ezt tudjátok, hogy mennyit ér. Hogy nem mondjam. Na jó, oké. Aha. Legyen egy ilyen. Inkább így nézem. Ez a gardrób szoba lesz. Úgy látom. Bár lehet, hogy ezt már nem lehet kiütni. Mindegy, jó lesz ez így is. Hát nem tudom, hogy miért van ez így, de hát akkor megcsináljuk. Először itt. És a hosszú rész az... az lesz majd a fehér. Jó, ez így tökéletes. És akkor most lesz a festés. Jó. De akkor miért raktak ide fehér festéket, amikor úgyse lehet használni? Ó, Isten. Jó, hát akkor... ajaj. Miért volt ott fehér festék? Na mindegy. Jó, már nem gondolkozok, már így csak csinálom. Thank you.
Jó. És akkor ezt eladom. Jó, hát akkor kár volt kifesteni, mindegy. Arrét tettem a festékdobozt, hát ha lesz szükség rá még, vagy lesz még rá szükség. Na, azt mondja, hogy gardrób. Ez a sarok. Aha. Egyik sarok és másik sarok lesz. Ez jó. Kávé. Fém az... az legyen fekete. És üveg. Sötét. Igen. És a másik. Ugyanaz. Jó. Csak egy kicsit így. Milyen menő. Egy gardróbot csinálunk. Úgy tök jó. Fekete és... fekete. Sötét. Aha, jó, oké. Akkor ebből 3-at kell. És akkor kell egy darab puff. Milyen kávé színű és... cseresznye. Jó, hát ez pipa. Gardrób, 7 négyzetméter. Hagyha világ. Menő nagyon. Hát ez nagyon jó. Na és akkor itt van a vici. Tulajdonképpen ez az utolsó, a díszok, mert hát eléggé kiszáradtam. De eddig nagyon tetszik. Még jobban tetszik, mint amikor még az. Na nézzük. Na lássuk. Ilyen szürke. Jó, legyen. Jó, ez megvan. Miért van megint egy fekete? Na mindegy. Nézzük. Tudjátok mi? Két szín lesz. Egy ilyen, meg egy ilyen. Úgy látom, hogy itt lesz a... ja, ott is volt! Na mindegy. Lássunk neki. Na, ragd már rá. Újni. Az egyik ilyen, azt a másik, hogy... na, de ragd már. Ez ma a harmadik, hogy nem akarja fölrakni elsőre. Micsoda dolog ez. Az egyik így lesz, a másik úgy.
és a többi pedig fehér lesz. És hogy az a világosabb szín. Na ezt így. Jó, és akkor még ezt is. És akkor... jó, na, a negyedik. Wow. Jó, és akkor most jön a következő. Szerintem azt így eladom. Ezt kiviszem, mert ez nem kell ide. Tű, de jól néznek ki itt ezek. Na mindegy, nézzük meg. És ezzel meg leszünk. És akkor bemutatják a házat, hogy milyen szépen felújítottam. Szerintem nagyon élvezni fogják. Tulajdonosok örülni fognak, hogy egy profi szakember fogadtak. Csak még mindig nem nagyon vagyok megbékélve, hogy így arányilag így nem nagyon rakják oda, hogyha nagyon kis pöcöknyi helyet kell így csempézni, akkor az legyen az, és hogy követi a mintát, figyeljétek. De jól néz ki. Eszméletlen ez a játék, hogy milyen szépen fejlődött. Hú, emlékszem a legelső napokra. Ujj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 
nem tudom, valamelyikbe is. És nem tudtam ablakot rakni, mert nem is lehetett. Eltűnt az ablak. Ez jó, az vicces volt. Véletlenül kitöröltem, és hát... Az igen, az úgy maradt. Jó, akkor... Na nézzük, mik vannak itt? Felszerelés? Hát akkor szépen rakjuk be. Először szerintem a mosdókat. Nem, először a legnagyobbat kell kezdeni. Kád. Hogy nézesz ki ez a kád? Ja. Ilyen fehér. Mondom, ott az zuhanyzó, aha. Jó, hát akkor a kád az itt lesz. Mindent rögzítünk, csak telepet. És ez meg is van. Jó közel van a WC-hez. Hűha. Na mindegy. Szoros ügy. Aha, várj csak. Ó, ebből még a pöckök nincsenek kicsavarozva. Hoho. Aha, ez jól néz ki, zuhanyzó. Ez a régi típus. Szerelése alapján. Becsavarjuk. Ráerősítjük.
fölül is rögzítjük, ugye ezek az üvegajtók. Na és meg is van. Itt a zuhanyzónk. Érdekes, úgy nyílik, mint egy rendes ajtónak a... Mindegy, hagyjuk. Jó, akkor nézzük csak. Fehér. Tiszta fehér, inkább tiszta fehér legyen. Film, fekete. Fehér. Jó. Inkább itt legyen, és ez pedig itt. Fehér. Elég szorosan vannak, nem gondoljátok? Mindegy. Hú, ez tényleg szoros. Mindegy. Majdnem kinyitottam a csapot, figyeltétek? Jó. Igen, tényleg egy kicsit. Szoros, igen, kicsi a hely. Lehet, hogy magát a kádat azt azért nem kellett volna olyan közel tenni, hanem úgy a... mindegy. Tudjátok, hogy inkább ott. Mindegy. És ez így van. Aha, két tükör, ez tökéletes, fehér lesz, ez egyik itt, másik emitt, jó, tökéletes. Na igen, ez a másik, hogy próbáljunk meg két török között tartót elhelyezni, amikor nem fér el. Tudjátok mit? WC mellett lesz a török között, nem érdekel. Ez mondjuk jól néz ki. Ez maradhat így. Igen. Még jó, hogy ilyen állványom van. Akkor így. WC tartó. Aha, szappantartó. Jó, hát ez lehet fehér. Jó. Kefetartó, hogy de jól néznek ki. Ez milyen már? Mind a kettő... Sőt, az egyik fekete legyen. WC mellett legyen? Á, nem. Legyen itt. Ezt tudjuk így. Aha, jó.
Ah, lámpa. Hamarosan elfogja a BJ-n. Jó, tudom. Nem kell itt hangoztatni. Előfordul. De menő, mondom, ezt lehet, hogy egy kicsit arrébb kellett volna tenni, mert így hát nem fértem volna. Mindegy, ez a törő között tart, ez most ott van. Nem itt. Ja, mindegy. Jó, és akkor már csak az ajtó van hátra. Ne legyen üveg. Akkor most ez ilyen lesz most. Ne lássanak be, a többibe beláthatnak. Azokat majd úgyis a vendégek használják. Hoppá, meg vagyok! Akkor ezt eladhatom, ugye? Meg vagyok! Kész vagyok! Menő. Minden csukjunk be. Ha nyitva van, persze. De menő. Igen, jó. Hát itt alig van valami. Ó, ez nagyon jó. Garró. Jó, hát akkor ennyi lett volna, úgyhogy Enter gombot megnyomom. Puff. És? Fizet, majdnem 8 milliót kaptunk? Azt a mindenit. Na nézzük. Ez már pöphetsz. Jó. Még a fa is helyreállt. Na, hát ez jó volt, bár igaz, nem nagyon láttunk benne semmit, de legalább megcsináltuk a negyedik küldetést. Hát ez jó hosszú ideig tartott, de remélem tetszett nektek. Ez egy jó nagy ház volt, azt hittem, hogy kisebb lesz. Hát igen. De fő, hogy ezt így meg tudtuk csinálni. Most gondolkozik sokat a gép. A játék. Nya. Nekem tetszett kifejezetten ez. Na nézzük. Jézusom. 1 millió. Vagy 1 milliárd. 222. Vagy nem 223. Wow. Azért lesük meg. Hát, szerintem ez majdnem 2 órás volt ez a küldetés. Nézzük csak meg a... 2 újabb. Na, hát melyikek azok? Nagyon kíváncsi vagyok. Ha van ez, és van ez. Szerintem 5. küldetésként ezt fogjuk megcsinálni. Ja, úgyhogy igen, azt a kisebbiket kezdjük, vagy legalábbis úgy néz ki, mintha kicsi lenne. De tök jó volt, és sok élményben volt részem, nagyon sok újdonságot láttam és hallottam.
Hát ez nagyon jó. Úgyhogy ennyi lett volna, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!